Városunk Nagykanizsa-Zala megyében található. A térség 7000 éve lakott. 1566-ban Szigetvár török kézre kerülése után Kanizsa lett a dél-dunántúli katonai központ a várral. Az M7-es autópálya elkészülése az európai vérkeringésbe helyezi Nagykanizsát és lehetőséget nyit a további fejlődéshez. Iskolát a Szivárvány 1-nyi a város közepén található, ahová nem csak városi, hanem városi környéki településekről is járnak gyerekek. Gyógypedagógiai intézmény révén tanulásban és értelmileg akadályozott, autista és halmozottan fiatékos gyermekek tanulnak óvodáskortól egészen szakiskoláskorig. A tanulást kiegészítendően fejlesztő foglalkozásokra, szakkörökre, tehetséggondozásra, sportra is nagy hangsúlyt helyezünk. A szakiskolások a tanulás mellett gyakorlati ismereteket is elsajátíthatnak. Autista és fejlesztő iskolai csoportunkban kiemelkedő szerep jut a szociális kapcsolatok fejlesztésére. Tanulóink rendszeresen látogatják a könyvtárat, amelyet nem csak könyv kölcsönzése miatt keresnek fel, hanem a különböző programok miatt is. A könyvtári órákon kívül itt tartjuk a meseóráinkat, szakköreinket, egyéb rendezvényeinket, ünnepeinket. Könyvtárunkban lévő könyvek állaga és mennyisége az évek során azonban megkopott. Szeretnénk gazdagítani, sokszínűbbé tenni a könyvtári állományt, hogy még több gyermekkel megszerettessük az olvasást, illetve a tanulmányi munkához segítséget nyújtsunk. A hatékonyabb tanulás és a sokszínű szemléltetés érdekében mesekönyvekre, kötelező olvasmányokra, lexikonokra, enciklopédiákra, szépirodalmi művekre lenne szükségünk. Hajrá! Hibát!